Na lássuk, mit ad a Lidl szűk 10 000 forintért. Ez egy Parkside gyalogép. Elég kultúrált a Parkside-tól megszokott dobozban. Nézzünk bele, mi van benne. Először is egy kazal tartozék. És maga a brutális gyalogép, azért a súlya az árulkodó. Ilyen okosság is van a végén, hogyha leteszed, akkor nem gyilkolja le az asztalt, vagy éppen ha esetleg forog a kés, akkor hasznosan, hogy hasznos lehet. Használati utasítás. Ilyen apróságok. Azt mondja, na lássuk közelebbről, mit is tud ez ennyi pénzért. Hát egy nem túl szépen megmunkált talapzata vagy talpa van neki. Ez elég érdekes. Kicsikét azért úgy el van nagyolva. Reméljük, hogy legalább egyenes valamilyen szinten, ahogy kiderül, hát. Minden esetre fura. Forgács kivető, az ugye valószínűleg állítható, hogy melyik oldalán dobja ki a forgácsot. Amire kíváncsi vagyok leginkább az, hogy a kés az milyen fajta ebben ez a cserje, vagy eldobható. Hát igen, sajnos ez a vékony fordítható, de hát élezni ezt a fajtát nem igazán lehet. Arra számítottam, hogy talán ebbe, hát jó, mondjuk 10 000 forintért. Végül is, mit is vár az ember, viszont falcolni úgy látom lehet vele. Anyag van benne. Aha. Ez viszonylag jó, megoldották a mélységállítást. Nullától 3 mm-ig állítható. Ez ennek a 750 wattos gépnek szerintem éppen elegendő, ha jól tudom, 750 watt. Na. Gondoltam, hogy ki is próbálom, de hát emberek. Azt hiszem április 1-jét írunk, hát ilyen borzasztó időjárás. Tehát én most nem fogok kimenni, talán majd egy későbbi videóban. Megpróbálom megmutatni, hogy milyen szinten tud gyalulni ez a gyalogép. Mondom, tulajdonképpen ez a fura benne, hogy ez a talp, ez eléggé karcos. Hát aztán nyilván most olyan sokat nem osz, nem szoroz, de súlya van. Igazából összeszerelés minőségben, meg ugye hozza ezt a Parkside-tól megszokott, mondhatni megszokott minőséget.